Üdvözlök mindenkit a mai beszélgetés alkalmával. A Discord frissítéssel, ezzel a szívás a köbön témával szeretnék foglalkozni. Mi a probléma? Az a probléma, hogyha a Discord asztali klienst használod, tehát azt, amit a cég ad, a Discord cég ad, és Linux alatt használod, amikor frissítés van, akkor nem az történik, hogy a program kijelző, hogy frissítés van, és csinálj valamit, és elindul, és tudod használni a régi programot, és de a régit azt, hogy a tegnap még nagyon jó volt, ma már nem működő programot, akkor nem tudod elindítani, nem működik, meg kell csinálni a frissítést mindenképp. Oké, Debian alatt ezzel semmi problémán nincs, felmész a Discord oldalára, rábögsz, és letöltöd a Debian csomagot. Én nem Debiant használok ezen a gépen, hanem egy Arch alapú disztribúciót, a Manjarot. Így bizony már sokszor belefutottam abba, hogy nem készül el az Aurba, vagy éppen a csomag kezelővel letölthető, akárhonnégy letölthető programocska, nem készül el, nem tudok frissíteni, azaz a Discordot nem tudom használni. Gyakorlatilag már párszor úgy voltam, hogyha nem baráti társaság használná a Discord csatornát, tehát amit én használok, akkor értelemszerűen hagytam volna a büdös fenébe, én ennyit nem kidlódok egy frissítése. Az összes több száz, több ezer program meg tudja oldani kulturáltan, hogyha frissítés van, akkor vagy frissül, vagy rábízzák a disztribútorra, hogy légy szíves már frissíteni, vagy pedig azt mondja, hogy légy szíves frissíteni, van újabb verzió, már töltsd le, aztán valamikor légy szíves telepíteni, amikor neked tetszik. De az, amikor megszakad a munkafolyamat, tehát a Discordot nem tudom használni, már frissítés van, és nem Debiant használok, Debian alapú disztribúciót, az iszonyat idegesítő. Azaz, milyen megoldások vannak? Ezek a megoldások olyanok, és erre figyeljetek, egyéb megoldások is vannak, de én csak olyat mutatok be, ami nem gányolja szét a rendszeredet. Azaz gyakorlatilag olyan átírásokat csinálunk, ami a rendszerfájlhoz nem nyúl. Olyan fájlhoz, amit nem írunk át, nem piszkálunk, ami a Discordhoz fontos, és a csomagkezelő tette fel. Tehát nem szakad meg a csomagkezelési lehetőséget, csak egy picikét variálni fogunk. Az első gondolat az, hogy van Flatpak csomag. Tehát más disztribúciónál is használható a Flatpak csomagrendszer, ami egy külön csomagkezelő rendszer, független attól, hogy te neked a disztribútorod most, azonnal, tegnap vagy két hét múlva készíti el a csomagodat. Azaz ezt a rendszert is lehet használni, nagyon egyszerű a használata, gyakorlatilag nem kell más csinálni, csak felmész a Flathub oldalra, és az ottani leírást követed. Nézzük is meg, hogyan kell ezt követni. A legegyszerűbb megoldás természetesen beütöd a keresőbe, hogy Discord és Flathub, vagy éppen Flatpak, és utána ki is adja az első találat ezt. Nagyon egyszerű a telepítés, nem kell kimásolni, nem kell egyéb ilyesmi másolást csinálni. Ide kattintasz, a vágólapra felmásolja, elindítod, utána a következő lépés, miután feltelepült egy pár másodperc kell hozzá, természetesen utána ezzel a parancsal tudod elindítani. Nagyon egyszerű, igaz? Nagyon egyszerű, ha fent van a Flatpak csomag, mármint az, ami ezeket kezeli, és utána bármennyi ilyen csomagot fel tudsz rakni. Miután megnézted, hogy a telepítés gyakorlatilag három sor, azért mondom, hogy a három sor már a Flatpak csomagkezelőt fel kell installálni a gépedre, de amúgy más egyéb dolgok is vannak Flatpak csomagba, volt róla szó, fel kell installálni, aztán elindítod az egészet, telepítés és indítás, ennyi, nem jelenthet gondot. Mi az, ami ebben egy kicsit kellemetlenebb? Az, hogy sokan nem szeretik, mert azt mondják, hogy egy Flatpak csomag lehet, hogy picike, de hoz egy csomó olyan függőséget, ami amúgy az ő te gépeden rajta van, de igazából a Flatpak csomag a sajátját hozza. Tehát egy kicsit olyan nagy csomagmennyiséget le tud tölteni egy picike kis programocskához, de hát ez kérdés az, hogy ez mennyire éri meg neked, illetve nem éri meg neked, hogy a Flatpak csomagot használd, és ne legyél kitéve mondjuk Arch alapú rendszeren arra, hogy bizony mikor kapod meg a legfrissebb Discord csomagot, amit telepíteni kellenél. Illetve természetesen, és az AppImage rendszerhez is igaz ez, hogy legideálisabb, ha natív csomagot használsz, azaz mindent, amit lehet, csomagkezelővel frissítesz, azzal telepítesz, és azzal szesz le.
Egyértelmű, ez ellen semmi kifogásom nincs, és általában azt mondom, hogy a csomagkezelőt kell használni, át kell ugorni azokat a dolgokat, ami egyéb, mert a legideálisabb, ha arra lehetőség van, hogy a csomagkezelőt, például a pamacsot, vagy a pacmant, vagy a akármelyik, amit a te rendszered használ, azzal rakosgat föl. Tehát most jelen pillanatban az a helyzet, hogy ez így nem jó, tehát ez így nem fog nekem működni. Azaz, hiába ideálisabb a natív, a disztribúcióhoz tartozó csomag használata, hát bizony nem feltétlenül lehet mindig megoldani. Általában igen, most nem. App Image. Az App Image rendszert mindenki ismeri, egy darab jó nagy fájl van, jó nagy, tehát elég nagy, és le kell tölteni, futtatási jogot kell adni neki, aztán kalap, kabát. Ez nagyon egyszerű, letöltöd és használod, persze futtatási jog, rákattintasz, illetve vannak különböző programok, amik ezeket az App Image image-eket beintegrálják a rendszeredbe, és már a menübe is meg fog jelenni. Nagyon jó megoldás, hasonlóképpen, mint a Flatpak. Miért? Mert minden elvárt függőséget tartalmaz. Tehát ezzel problémán nem lesz, különáll mindenféle egyébtől, hozza az adott egy darab fájba az összes cuccot, azt szépen kirendezi, ahova kell, és akkor nem lesz semmi problémát. Ezeknél kérdés, hogy a beállítások csomagtípus váltásnál megmaradnak, vagy nem. Nem próbáltam ki. Az, hogy használok egy App Image-et, beállítom, és utána átváltok egy Flatpak csomagra, és akkor a beállítások vele együtt működnek. Az a tapasztalatom, hogy igen, csak nem feltétlenül állítom azt, hogy a Discord program így fog működni. Azaz, ez a kettő ilyen áthidaló vagy végleges megoldásnak jó. A következő gondolat, hogyha nem szeretnél ilyesmivel foglalkozni, akkor a webböngészőben is simán fog neked működni. Micsoda? Természetesen a Discord, megnyitod a böngésződet, amit használsz, Firefoxot, Chrome-ot, Chromium-ot, egyebet, beírod, hogy Discord, megjelenik, bejelentkezel, és a bejelentkezés után nagyon kellemes felületen tudod elvégezni a munkádat. Ez egy ideális dolog, de én úgy gondolom, hogy egy böngészőt azért, hogy megnézzek három üzenetet, nem biztos, hogy meg szeretnék nyitni, de ez így működik. Hivatalosan ez működik. Az idáig ez a három, amit elmondtam, azok hivatalos, vagy nagyon-nagyon-nagyon a hivataloshoz közeli dolgok. Tehát a webböngészőbe, illetve a különböző önálló csomagkezelő, független csomagkezelő rendszerbe felrakott Discord az támogatott. Az egyértelműen avval gondod nem lehet. Ha valaki árcsalapú rendszert használ, akkor van a Discord Canary, ezt az Aurba fogod megtalálni. Ez egy alfa vagy beta verziójú Discord, ez folyamatosan frissül, itt nem lesz neked olyan a problémát, hogy ő azt mondja, hogy most nem működök, hanem frissíts. Ez egy automata, az Aurba elkészített csomagrendszer, ezzel ilyen problémád nem lesz. Ezzel kettő probléma van, nem probléma, bevallom őszintén, én ezt a csomagot használtam nagyon sokáig, és pontosan nulla problémám volt, tehát semmi problémám nem volt. Egy, ha valaki az Aur csomagoktól fél, mert hát az nem annyira biztos, és azt nem az Arch, vagy a Manjaro, vagy egyéb rendszer adja, akkor hát ez a lehetőség neki nem áll fent, mert ez kifejezetten az Aurba, a felhasználói csomagkezelő dolgokba lesz bent. Sokan félnek tőle, illetve aki Manjarót használ, ő neki kifejezetten felhívja a disztribútor a figyelmet, hogy Aurral csak óvatosan, mert a Manjarónak a frissítési rendszere az nem feltétlenül lesz jó az Aur csomagokhoz. Nem volt nekem problémám vele, nem feltétlenül lesz neki jó, és természetesen ez, hogy alfa vagy beta verziójú, tehát gyakorlatilag egy tesztelésre kiadott Discord dolog, hát sok embert visszatart, élesbe használtam éveken keresztül, amióta Discordot használok, ez nagyjából 4-5 év, azóta ezt mindig felraktam az adott árcsalapú rendszerem, épp amit használtam, nem volt ezzel olyan gond, hogy összeesik meg egyéb. Sokkal kevesebb gond van vele, sokkal kevesebb, gyorsabban frissül, és természetesen működni fog az esetek 99,9%-ában. Alternatív megoldások. Na hát ez az, amit nem támogat a Discord semmilyen szinten, hogy különböző egyéb független programokkal éred el a Discord rendszerét.
több alternatív programról lehet olvasni, egyet se próbáltam ki. Miért? Mert gyakorlatilag én az Aurból fölrakom a Discord kanárit, és utána semmi, szó szerint vett, semmi problémám nem volt idáig. Ezek nem támogatottak a Discord cég által, gyakorlatilag beszélgetésre, hanghívásra, egyébre biztos, hogy működnek, de ezen túli dolgot szeretnél a Discorddal csinálni, nem feltétlenül érsz el minden funkciót. Nem próbáltam, olvasmány élményeimbe vannak ezek, illetve most, amikor megint előkerült, hogy a Discord nem frissül, körbejártam itt-ott fórumon ezeket a dolgokat, és azért gondoltam, hogy ezt a kis beszélgetést összedobom, hogy átlássuk, hogy van lehetőség, és vannak lehetőségek a Discord natív telepítésen kívül is, azaz meg tudjuk ezt oldani, azaz nem támogatottak, nem próbáltam ki őket, nincs is rá szükségem. A következő már erőteljesebben belenyúl a rendszeredbe. Belenyúl a rendszeredbe, kettő darab lehetőség van arra, hogy egy program ne frissüljön. Azt hiszem logikus elgondolás, hogy kettő darab alap gondolatot mindenképp a legtöbb programnál meg lehet csinálni. Az első, és ez nyilván, ahogy ki van írva, a konfigurációs állományok szerkesztése. Ez olyan a dolog, hogy neked kell eldönteni. Neked kell eldönteni az első tipp, trükk és megoldás, azt mondjuk a adott programnak, jelen pillanatban a Discordnak, hogy letiltom a frissítést. Nagyon sok programban le lehet tiltani a frissítést, intelligensebb programokba le lehet tiltani a frissítést, az automata frissítést. Azaz, mit kell csinálnod, nem fogom bemutatni, mert totál fölösleges, aki ilyet csinál, ő meg fogja találni ezt a fájt. Az első a Home könyvtáradba, tehát Home per Laci könyvtár, tehát Home felhasználó könyvtárba, van egy olyan rejtett, azaz rejtett könyvtár, hogy config. Nyilvánvalóan ezt mindenki tudja, hogyha rejtett ponttal kezdődik, nem feltétlenül fog megjelenni a fájböngésződbe, a fájkezelődbe engedélyezni kell a rejtett könyvtárok, fájlok megjelenítését. Na hát, ha megjelenik, megkeresed logikusan a Discord könyvtárat, és oda mész a settings.json állományhoz, és megnyitod a kedvenc, akármelyik kedvenc szövegszerkesztőddel, Nanoval, Katie-vel, Ginny-vel, Envim-mel, akármivel, amivel szeretnéd, és beírod, hogy skip, aláhúzás, host, aláhúzás, update, nagybetűkkel, és oda írod, hogy true, tehát az, hogy ne frissítsd fel a programot, ne keressél frissítéseket. Ezek után nem fog frissítést keresni. Nyilvánvalóan nem fog frissítést keresni, de hogyha a csomag frissül, és a csomagkezelőt frissíti a csomagot, akkor frissülni fog, csak ő nem fog sipákolni, hogy őt légy szíves már frissíteni. Szuper megoldás, átverjük, megmondjuk neki, hogy ne keressél te frissítéseket. Szuper, igaz? Igaz. Ez csak odáig jó, amíg a csomagkezelődbe fel fogod frissíteni a következő alkalmatos verzióra automatikusan. Tehát ő neki csak annyit mondunk el, hogy ne keresgélj már frissítéseket. Nagyon kényelmes megoldás. Letiltod a keresését, az ennek a figyelését. Szuper. Oké, ennyi az egész. Nincs ezzel semmi gond. Ez a legegyszerűbb megoldás. Ráhagyjuk a csomagkezelőre, ráhagyjuk a csomagkezelő programunkra, akármelyikre, amelyiket használunk, és amikor a rendszer frissítésként megkapja az új verziót, akkor fog frissíteni. Szerintem ez a megoldás a legjobb, de azt tudni kell, hogy azért a konfigurációs fájlok frissítésénél, bocsánat, szerkesztésénél, azért jobb, hogyha odafigyelsz, hogy milyen hülyeségeket írsz bele, azaz ezt szépen bele lehet írni ebbe az állományba, megtalálod, azaz le lehet tiltani. Amikor már nem kell, akkor kiveszed, kitörlöd. Ennyi, tehát nem jelent gondot. Arra azért érdemes figyelni, és a következőnél is főleg, hogy ha a konfigurációs fájlhoz hozzányúlunk, és nincs 1000 éves gyakorlatunk, akkor előtte csinálunk egy mentést. Azt hiszem ez alap dolog. Valamit eltolunk, és nem működik a variálás, amit mi elkövettünk, akkor azt visszaállítjuk, és eredeti állapotba kerül vissza a dolog. Azaz, ez nem jelent gondot, saját könyvtárodba mindenféle egyéb jogok, emelt jogok nélkül tudsz te
tevékenykedni, és utána vissza is tudod állítani. Ez nem kell rendszergazdai, azaz rootjog, ezt simán meg lehet tenni. Szerintem ez a legegyszerűbb megoldás. Egyébként Discord csatornán olvastam, és aki ezt leírta, már régóta írogatja ezt, tehát valószínű, ezt használja, tehát gyakorlatilag ez nem jelent gondot. A következő, már maga a Discord program nem a beállító fájlok, hanem egyebeknek a beállítása, rendszer szintű beállítása. Azért figyelj arra, hogy ez rendszer szintű, és nem a saját felhasználói szintű beállításod, azaz megkeresed ezt a fájlt, ide fel van írva a fájlnak az elérési útja, szintén JSON, kiterjesztés, azaz szépen megkeresed ezt a sort, ami elmondja aznak a rendszernek, hogy ez bizony egy stabilágú Discord, és a verzió száma valamennyi. Ezt szokta megnézni a program, amikor frissítés van, bizony ez a verziószám egyel kisebb, mint az új, akkor el kell kezdene nekem sipákolni, hogy légy szíves frissíteni, és nem működni. Gyakorlatilag, amikor kírja neked a rendszer, hogy légy szíves frissíteni, felmész a Discord oldalára, megnézed az új, friss, ropogós verziószámot, vélhetően egyen lesz nagyobb az XX helyén, azt az értéket megadod, tehát általában ilyen 0-0 és mögötte kétjegyű szám, azt a kétjegyű számot kékszeltem, mert lehet, hogy két hét múlva más lesz, tehát azt szépen átírod, aztán lemented. Természetesen ehhez azért emelt jog valószínű, hogy kell. Azaz az új verzióra való átírod. Azaz ez azt mondja meg a rendszerednek, a Discordonnak, hogy frissebb verzió van, mint ami éppen fent van, ez jegyzi a verziónak a számát, átvered. Itt azért érdemes arra figyelni, hogy ez sokáig ne így maradjon, mert a következő frissítésnél újra frissebb számot kap a rendszer, és akkor újra át kell írni. Tehát ezt meg lehet csinálni minden alkalommal, de én úgy gondolom az előző megoldás kényelmesebb. Azaz, ehhez rootjog is kellhet, de hát odafigyelünk, először csinálunk erről az állományról, vagy az egész könyvtárról egy mentést, utána pedig átérjük, lementjük, és utána a Discord azt hiszi, hogy az új verziószámmal fog ő működni, az a verzió van fönt, amíg még újabb nem jön, odáig eszébe nem jut neki jelezni azt, hogy bocsánat testvérem, régi a verziót, légy szíves frissíteni, és én ezzel a verzióval aztán el nem fogok indulni. Itt is igaz az, hogy csak a beállító fájlokat állítottuk át, nem írtunk át újabb verzióra semmit, csak a beállító fájlokban mondtuk meg az elsőben, hogy ne frissíts, a másodikban pedig azt mondtuk meg, hogy magasabb a verziószám, mint a valóságos. Összehasonlítja ő ezt a kettőt, és azt látja, hogy bizony a legfrissebb verziód van. Tehát nem írogattunk át semmi olyan állományt, amit a rendszer, a telepítő rendszered, a csomagkezelő rendszered ne tudna újra felrakni, ne tudná megváltoztatni, nem másoltunk olyan konfigurációs fájlokat, nem másoltunk olyan fájlokat, amiket nem lenne szabad, csak azokat változtattuk meg, amit szabad. Tehát nem jelent ez gondot a későbbi frissítésnél. Én azt gondolom, hogy ez a skip, az az első, a saját könyvtáras megoldás véleményem szerint a legkorrektebb, mert akkor aztán semmi problémád nem lehet, hiszen a saját beállító fájlaidat azért tudod te szerkeszteni, mert az a rendszeredet nem érinti. Remélem, felsoroltam azt hiszem 4-5 megoldást, arra, hogy a Discord frissítési mizériát árcsalapú rendszeren, de szerintem máshol is előfordulhat ilyesmi, kikerüljük. A második kettő az kényelmesebb, egyszerűbb véleményem szerint, mert a feltelepített eszközt használod, tehát nem egy egyéb dolgot telepítesz pluszba, nem a webböngészőben nézelődsz, nem egy független programot teszel még pluszba föl, hanem magát a Discordnak a beállítását változtatod meg. Azaz, én mindenkinek azt javaslom, hogy ezeket tartsa fejben, gondolját, miért? Mert előfordulhat két hét múlva megint az, hogy a Arch egy picit egy-két nap, fél nap, 10 perc, 20 perc, egy év, akármennyi késéssel adja ki a saját Discordját, és utána nem indul, kellemetlen. Persze vészmegoldásnak a webes felületű
Discord is megoldás, ugyanúgy tudjuk használni. Hát köszi szépen, hogy meghallgattatok, sziasztok, sziasztok!